A legkisebbektől egészen 10 éves korig használhatják majd azt a játszóteret Mikóházán, melyet a közelmúltban adtak át. A művelődési ház mellett alakították ki a teret, és a gyerekek már nagyon várták az átadót. Mikor elkezdték építeni, már akkor egy kép, amelyik be volt állítva, akkor szépen kipróbálta. Valamelyiktől még fél, mert az még kicsi, mert magas a feljáró, de amúgy tetszik neki. Reggeltől már itt vagyunk, mert úgy ébredt, hogy ő a játszótérre jön már. Az önkormányzat az Európai Unió mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapjának és a magyar kormány közös finanszírozásából kialakított pályázati programból részesült. A több mint 26 milliárd forintos keretből több célterületet határoztak meg, az egyik a kis települések közösségi tereinek és létesítményeinek fejlesztése volt. Ez azt jelenti, hogy Mikóháza önkormányzata gondol a jövőre, hiszen aki óvodát, bölcsödét épít, vagy játszóteret újít fel, vagy éppen épít, az a jövő generációjáért teszi egy településnek. Mikóházának van jövője, hiszen most ez a gyereknap is jól mutatja azt, hogy mennyien összejöttek, és úgy hiszem, hogy ez a legszebb gyereknapi ajándék a mikóházi gyermekek számára, hogy ezt a csodálatos, apró, de nagyon fontos kis játszóteret birtokba vehetik. A pályázat a Gyöngyös-Bokréta Művelődési Ház rekonstrukcióját, energetikai korszerűsítését is támogatta, így szigetelést, új nyilászárókat is kapott a művelődési központ. Emellett az új játszótér kialakítását is fedezte a program. A tér gumiborításához viszont már az önkormányzat saját forrására volt szükség. Ez a játszótér hozzávetőlegesen olyan 4 millió forintba került. Valamennyi eszközbeszerzést biztosított a művelődési ház, a közösségi térnek a fejlesztése, de nekünk magunknak kellett hozzátenni bizonyos összeget az önkormányzat részéről, viszont ezt egyöntetően egyhangulag tudtuk megszavazni, még ha nem is dúskálunk a pénzbe, de ezt meg kellett tegyük, hogy legyen egy olyan játszótér, ahol szívesen jönnek a gyermekek és a szülők is. A térátadó egyben gyermeknap is volt Mikóházán, reggeltől késő estig ingyenes programok, kirándulás, játszóház, ingyenes koncertek követték egymást a hegyközi településen.